Atya, napsugár úrja, valami újat, valami újra, valami ősit, valami égit, valami hősit, valami régit, valami földit, valami gyarló, vagy öngyőt vágó, holt sugár sarlót. Szent a csengését, majd a szent csendet káoszban fogan, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek semmi. Ó, fehér tépés, tenni az Isten felé pár lépés, átlépni közben árkot, göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt. Szent a csengését, majd a szent csendet káoszban fogant, újjászült rendet, játékot, harcot, s a végén békét, tó mélyén alvó tündérek képét, lelkek sebére, ó, fehér tenni az Isten felé pár lépés, átlépni közben árkot, göröngyöt, és az embernek szórni a gyöngyöt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, az Országos Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Kulturális Ügynökség rendezvényét, amelyek apropóját az adja, hogy Hesse András budai nyomdája 550 éve, 1473. június 5-én fejezte be az első magyar könyv munkálatait. A Magyar Kultúra magazin legújabb lapszámának témája éjjeles alkalomból a könyv. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Az idén 550 éves budai krónika kultúránk gazdagságára, a magyar könyvnyomtatás történetére mutat rá, és alkalmat ad arra, hogy számot vessünk kultúránk helyzetével. Megannyi nyomtatott és online sajtótermék közül választhat a Ma embere, amelyek közül a Magyar Kultúra magazin az egyik, amely láthatja a Ma emberének kontextusait. 2021 óta havi rendszerességgel tematikus hangon közvetíti a kultúra értékeit olvasóinak. A folyóirat az ismeretterjesztés regiszterében szólal meg, a magyar kultúrát a kultúra művelőinek felől ábrázolva. A magazin jelentősége többek között abban ragadható meg, hogy olvasója minden lapszámban ráismer önmagára. Igényes kiadványról van szó, amelynek megjelenítésében fontosak a nyomdatechnikai és kivitelezési szempontok. Az eddigi lapszámokat olvasva kijelenthetjük, hogy a Magyar Kultúra értékközvetítő magazin, ahol akárcsak kultúránkban történetek találkoznak egymással.
bármely megjelenést olvassuk, megerősödünk abban, hogy kultúránk sokrétű, értékes és érdekes, amelyet érdemes elbeszélni. A szerkesztői munka nemes volta ad ennek formát. Megnyugtató a tudat, hogy míves szellemi örökség száll az utánunk következőkre. A Magyar Kultúra magazin most bemutatandó száma a Könyvvel hagy nyomot, amelynek egyik jelöltje az Országos Széchenyi Könyvtár. A folyóirat munkatársainak köszönhetően újabb felületen válik láthatóvá a Nemzeti Bibliotéka, amely mindenkinek segít eligazodni napjaink információ özönében. Ez hozzátartozik küldetéséhez, amelynek értelmében mindenkihez szól. Határainkon túlra is eljuttatja azt a fantasztikus szellemi gazdagságot, amely falait létesíti. Ennek a szellemi örökségnek jelentős hányada folyóirat. A könyvtárban őrzött időszaki kiadványok bibliográfiai leírásai csak nem 100%-ban megtalálhatók az OSK online katalógusában. Ez alapján minden idők időszaki kiadványainak teljessége 132.420 cím. Ezek többsége, túlnyomó többsége hungarikum. Ebből 131.090 cím nyomtatott, 1330 pedig elektronikus dokumentum. Az elmúlt három évben 1154 új ISSN számkiutalás történt, és 95.587 folyóirat érkezett. A könyveket illetően 43.715 kötet érkezését és 69.175 ISBN szám igénylését regisztráltuk. A viruló írott kultúra lakmusza az Országos Széchenyi Könyvtár. Ezt a kulturális gazdagságot láttatnunk, kultúrkincseinket jó minőségben, jó minőségű metaadatokkal megtámogatva mindenki számára elérhetővé tennünk, magától értetődő kötelességünk. Idén a Magyar Kultúra napja alkalmából került föl a digitalizált kéziratok közé a Kölcsey hagyaték, március 15-e alkalmából pedig Petőfi kéziratos hagyatéka versekkel, levelekkel, rajzokkal, Szendrei Júlia naplójával. Virtuális Korvina újraegyesítési projektünkben az egykori Mátyás könyvtár világban szétszóródott darabjait gyűjtjük össze digitálisan. A Babits tartalomszolgáltatás segítségével új kutatási eredmények születtek. Mi itt az Országos Széchenyi Könyvtárban azon dolgozunk, hogy azokat az unikális szellemi javakat, amelyekért felelősek vagyunk, továbbra is szakértelemmel őrizzük, szolgáltassuk, és továbbra is folyamatos párbeszédbe álljunk a magyar kultúra ágenseivel és intézményeivel. A mai délutánon olyan felek találkoznak, akik a kultúrát abban a metszetben művelik, ahol a beszéd mértékegysége mi magunk vagyunk. Ez szerencsés egybeesés, amely remélhetőleg a mostanihoz hasonló virágzó történeteket alapoz meg. Köszönöm a Petőfi Kulturális Ügynökségnek és a Magyar Kultúra Magazinnak a példaértékű együttműködést. Köszönöm kollégáimnak, hogy tudásukat e lapokon is megcsillogtatják, és köszönöm Sök Gyulának, hogy dolgozik a HESZ 550 digitális betűkészleten. Köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy meghallgattak. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Egy könyvtáros ennél nehezebb helyzetben nem is kerülhetett, hiszen most beszélnem kell ahelyett, hogy könyveket simogatnék, és ha megengedik, ebből a nagy történetből, ugye az 550 éves könyv ünnepéből két apró szeletet, két apró mozaikot vennék elő, ami esetleg így a 15. és a 21. századot valamiképpen összeköti. Az egyik az, hogy mi történik akkor, amikor a politika beleavatkozik a könyvkiadásba, másik pedig az, hogy hogyan nézett ki a 15. században egy könyvkiadásnak a büdzséje. És nézzük akkor az elsőt. A Budai Krónika most jelen pillanatban 133 nyomtatott oldalból áll. Azért mondom, hogy jelen pillanatban, mert ez az a példány, amit a mai napig ismerünk, kézbe tudjuk venni most már faksimile kiadásban is. De eredetileg nem 133 nyomtatott oldalból, hanem valószínűleg 140 oldal, nyomtatott oldalból, vagy 139 nyomtatott oldalból állt, ugyanis mind az elején, mind a végén manipulációk nyomai fedezhetők fel. Az elején két nyomtatott oldal tűnt el politikai okokból, a végén pedig minimum négy, de lehet, hogy öt szövegnyi szöveg tűnhetett el. Mi történhetett?
Hogyha felállítjuk a időrendet, nagyjából azt lehet elmondani, hogy 1470 kora tavaszán Hess András megérkezik ide a budai várban, és neki lát, 1471 kora tavaszán megérkezik ide a budai várba, és neki lát az első nyomtatott könyv kiadásához. Összerakja a présgépet, beszerzi a papírt, kap egy kéziratot, egy budai krónikát, ugye a mitikus, biblikus kezdetektől egészen Mátyás uralkodásaik elmesélő krónika szöveget latin nyelven, és neki lát a nyomtatásnak. Szépen elkezdi, hiányzik ebből az elején a teremtés és az özönvíz része, kihagyja a helyét, majd megkeresi, hogyha lesz rá ideje, és elkezdi szépen a nyomtatást. Amikor eljut az első ívnek a végére, első füzetnek a végére, akkor az ő mentora, Vitéz János esztergomi érsek, ugye a magyar humanizmus legjelesebb alakja, róla lesz még nem sokára szó, odaadja valószínűleg az általa írt előszót, amihez kapcsolódott Hess Andrásnak az ajánlása. Ez szerepelt az első, addig még ki nem nyomtatott oldalon, amihez beillesztette a már elkészült évekhez. És akkor szépen haladt tovább a nyomtatásban, és eljutott egészen 5. László király történetéig, és ott valamiért abba kellett hagynia, de maradt 5 oldalnyi szöveg, 4 üres lap, amit nem nyomtatott ki. Mi lehet az egésznek az oka? Hát ugyanis az történt, hogy 1471. szeptemberben egy igazi jó bölcsész összeesküvés puccsot hajtottak végre a mi derék humanistáink, Vitéz János és Janos Pannonius, amit Mátyás határozottan fellépése visszajött Csehországból, kiátszva egymás ellen az embereket, felszámolt, és nagyjából karácsonyra próbáltak egy megegyezésre jutni. Vitéz Jánosra ezt némiképpen sikerült is elintézni, de márciusban, már 1472 márciusában járunk, Vitéz hirtelen megint letartóztatják, valószínűleg emögött az is lehetett, hogy a délvidéket ott Janus Pannonius föllázította, és ebben Vitéznek is tulajdonítottak szerepet Mátyásék, és Hess Andrásnak itt Budán abba kellett hagyni a nyomtatást, ugyanis maga az előszó, amit már kinyomtatott, az Vitéz Jánoshoz szólt. Tehát ott állt 1472 márciusában, kinyomtatta a Vitéznek az előszavát, a hozzászóló dedikációt, folytatta volna ugye Mátyás történetével a históriát, de hát nem tudta befejezni, mert Vitéz János letartóztatták, Janus Pannonius ugye Medvevárba hal meg menekülés közben, hát nem lehet egy olyan könyvet kiadni, ahol a dedikációnak a személye az a legnagyobb politikai ellenfele a magyar királynak. Hát mit lehetett tenni? Megállt, körülbelül egy évig állt ezzel a dologgal, és abba gondolunk, hogy a Mátyáskori része sokkal hosszabb lett, mert ha kézbe veszük most a mai, mostani facsimile kiadást, akkor látjuk, hogy nagyon összecsapott a Mátyáskori rész, ahhoz képest, hogy ugye akkor már Mátyás jó ideje volt uralkodó. Ennek pedig az lehetett az oka, hogy bizony ott a Mátyás történet, ami nem csak a koronázásáról, hanem egészen 1472-ig tartott, ott olyan szövegek szerepeltek, mint a Kázmér herceg, lengyel hercegnek a trónra törése, és a Mátyásnak a trón bitorlása, tehát ahol élesen bejelentették azt a hírt, hogy hát Mátyás tulajdonképpen nem jogszerűen birtokolja a magyar trónt. Na most nyilvánvaló, hogy ezt látta a Hess András, hogy ezt nem lehetett kinyomtatni, ezt onnan tudjuk, hogy a lipcsei példányban megmaradtak ezek az üres lapok. Méghozzá azért, mert még a 15. században magyar történelemre vonatkozó szövegek kerültek rá, így ez nem került az enyészetté, mint például a Széchenyi könyvtárnak a példánya, ahol ez az A1-es levél, tehát az első, amit végül üres lap lett, meg az utolsó kettő ezek is. Ugyanis Hess András ahhoz, hogy kiadhassa ezt a krónikáját, a következő manipulációhoz kellett nyúlnia. Szépen kivette az első levelet, amin rajta volt a Vitézhez szóló ajánlás, és és Vitéznek valószínűleg az előszav, az olvasóhoz szóló előszav, azt kivette, és újra nyomtatta a levélpárnak azt a részét, ami már a magyar középkor történetét tartalmazta, és az üres lapot, mivel oda már nem tudott mit nyomtatni, hiszen Vitézhez nem szólhatott az előle, az maradt üresen.
És a végén a levő négy levélpárt pedig szintén nem tudta kinyomtatni, azok meg szintén maradtak üresen, mondjuk mindegy védve a papírt, hiszen nem tudta folytatni a Mátyás történetét, mert megváltoztak közben a politikai viszonyok. Tehát ez lenne az első történet, erről órákig lehetne beszélni, de az idő, igen, az idő fogytán van, úgyhogy akkor térjünk át a másik, szintén 15. és 21. század, ennek egy legfontosabb kérdés, hogy mennyi pénzből lehet kiadni egy könyvet. Ugye ez ugyanúgy szembesült Hesse András, mint a most a 21. században a könyvkiadók, hogy bele kell tolni egy csomó pénzt, és akkor várni kell, hogy ez ebből mennyi jön be. Most a számításaink szerint ez úgy nézett ki, hogy nagyjából 100 aranyforint volt a Budai Krónikának a büdzséje, abból 50 aranyforint volt a papírára, egyébként ez most is így van, itt körünkben tisztelhetjük Sök Gyula tipográfus urat, vele megbeszéltük, hogy a mostani faksimile kiadásunknak is 50%-a volt a papírnak az ára, ugye nagyon drága volt a 15. században és a 21. században is papír, tehát 50 aranyforint volt a papírára, 15 aranyforint volt a sajtóprés, nagyjából 10-15 aranyforintot lehetett kifizetni a segédnek, és volt még a gyertya, a fűtés, a koszkvárté valószínűleg ingyen volt, tehát nagyjából így jön össze a 100 aranyforint. Ez a 100 aranyforint itt lent a vízivárosban egy házat lehetett rajta venni, tehát hogy lássuk körülbelül az arányokat, és Hesse András úgy lőtte be a piacot, hogy egy könyvet, amit kötetlenül van, tehát krúdákban nincs még kötése, nincs rubrikával, nincsen kidészítve, azt egy aranyforintért tudja árulni. Hogyha be volt kötve és rubriká volt, akkor annak dupláját is elérhette az ár. Valószínűleg ilyet azért kevesen tudtak venni. Most egy aranyforintból mit lehetett, tehát mire ment egy aranyforinttal Mátyás idején egy polgár? Egy aranyforint volt egy ökörára például, ugye? Ez erőgép, tehát abszolút fontos volt a munkátok során. Egy aranyforint volt egy béresnek egy havi bére. 3 aranyforintot keresett a fekete seregben egy gyalogos, 5 aranyforintot egy lovas katona. Tehát nagyjából azért lehet látni, hogy egy aranyforint azért nem volt egy olyan óriási, hatalmas összeg, de azért megérte az árát. Tehát most megkérdeztem a unokatestvéremet, aki szarvasmaratenyésztő, egy 2 éves kifejlett 1 tonnás bikának az ára, az most 1 millió forint. Tehát nagyjából ilyen összegekkel kellene most is számolni, hogyha ki akarnánk adni egy ilyen típusú könyvet. Tehát azt lehet feltételezni, hogy ez az 200-250 példányt eladta, akkor abból bejött neki 200-250 aranyforint, abból lemegy 100 a büdzséből, amit beletett, és olyan nagyjából 100-120 aranyforint haszna keletkezett. Elosztva egy évre, havonta 10 aranyforint, abból 2 lovaskatonát is bérehetett volna magának a fekete seregben. Én azt hiszem, letelt az idő, és nem szabad időrablónak lenni, úgyhogy köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Kedves főigazgató úr, kedves vendégeink, személyes megjegyzéssel kezdeném. 2005-ben kerültem a Széchenyi könyvtárba, a kézirattárba, és az a különleges szerencseért, hogy a Korvina könyvtár referatúráját bízták rám, és azóta van alkalmam, lehetőségem ezzel a páratlan emlékcsoporttal foglalkozni. De valójában a kódexekkel való, a középkor és reneszánsz kódexekkel való megismerkedésem nem akkor kezdődött, hanem pontosabban akkor kezdődött, csak nem a Korvinával. 2008-ban, a reneszánsz évben itt rendeztük a könyvtárban a vitéz, nagy vitéz kiállításunkat Csillag a holló árnyékában, Vitéz János és a humanizmus kezdetei Magyarországon. A vitéz alakja, akiről már Gábor is szót ejtett, azért egy egészen rendkívüli jelenség a magyar művelődés történetben, mert arra példa, hogy egy ember hogyan tudja meghatározni egy teljes századnak a művelődési viszonyait, az irányokat, a tendenciákat. Persze ehhez az is kellett, hogy ő egy kiemelt kulcspozícióban legyen, tehát hogy olyan méltóságokat töltsön be, amelyek lehetővé tettek számára egy ilyen komplex hatást. Ezért választottuk annó a kiállítás témájaként az ő figuráját. De miért is mondom mindezt?
Nagy jeles művelődés történészünk, Jakó Zsigmond fogalmazta meg, hogy a magyar múltból nincs még egy olyan alak, egy olyan személy, akinek a könyvekhez való kapcsolatáról olyan sok eleven emlékünk volna. És ez azért lehet így, mert ez a tudós ember, aki nagyon sok mindent csinált, amellett, hogy politikus volt, hogy időnként harcokban is részt vett, hogy főpap volt, mindent csinált, amit akkoriban Magyarországon egy király közelében élő főúrnak kellett. Időt tudott szakítani a tudós olvasmányaira is, könyveket szerzett be, készítetett a saját környezetében, vásároltatott Itáliából, minden lehetséges módon könyvekhez jutott, és tele jegyzetelte a könyveinek a margóit a saját gondolataival. Nem csak a gondolatai hozzák őt hozzánk közelebb, hanem az a kézírása is. Tehát egy ilyen nagy távolságból, ha fönnmarad valakinek a kézírása, az nagyon, nagyon személyes dolog. Tehát nagyon közel hozza azt az egykori olvasót, vagy azt az egykori tulajdonost hozzánk. Az ő alakja ezért is egészen különleges. De hogyan is kapcsolódik ez év ünnepéhez, a Budai Krónika 550 éves évfordulójához? Elhangzott, és talán itt a köreinkben mindenki tudja, vagy sokan tudják is, hogy ez a legújabb kutatások eredményeként ennek a politikus főpapnak, Vitéz Jánosnak a köszönhető, és nem csak úgy lett a semmiből, nem csak egyszerűen eszébe jutott, hogy hívjuk meg ezt a nyomdászt, Hessz Andrást hozzánk, és akkor legyenek itt könyvek, hanem ez egy nagyon átfogó kulturális koncepcióba ágyazódott ez a jelenség, és a könyvnyomtatás csak egy része ennek az átfogó törekvésrendszernek, amit Vitéz kidolgozott. Ő volt az első magyar humanista, ami annál is különlegesebb, hiszen ő soha nem járt Itáliában. Nem volt neki testközelből alkalma megismerkedni az itáliai reneszánszal és humanizmussal. Kétszer indult el, először a dicsitelen várnai csata, a várnai vereség után, amikor a keresztény seregek, a Hunyadi és első Ulászló magyar király által vezette keresztény seregek az oszmánoktól egy súlyos vereséget szenvedtek el, utána a zavaros interregnumban 1444-45-ben Vitéz megpróbálta a maga mögött hagyni ezt az egész nagy rettenetes helyzetet, ezeket a zavaros időket, ami Magyarország volt akkor, és elindult Itáliába. Azonban egyik levelében írja, hogy Zágráb környékén nem tudott tovább menni, hanem feltartóztatták őt. Egy bizonyos Matkó bán nem engedte tovább menni. Nem is tudjuk elképzelni ezeket a viszonyokat, amikor valaki Zágrábból nem tud tovább menni Itália fele, de kénytelen volt visszafordulni és szembenézni a ráváró feladatokkal. Ekkoriban ő Hunyadi Jánosnak volt a mindenese, tehát a kancellárja, a levélírója, a mindenese. És tudjuk, hogy néhány év múlva, hát azért jó pár év múlva, majd ő fogja hatalomra segíteni Hunyadi Mátyást is. És majd szerzi vissza a koronát, és stb. Stb. A másik kísérlet az 1451-ben volt, ekkor már a pápa is engedélyezte számára, hogy Itáliába menjen tanulmányútra, de ez sem jött össze. Közben ő váradi püspökként működött, 1445 és 65 között, 65 és 72 között pedig esztergomi érsek volt, tehát akkor tudott ilyenben gondolkodni, hogy nyomda, és ilyen költségeket kell esetleg talán támogatni, Hessz András, nem is tudom, tehát lehet, hogy még ezt is feltételezhetjük, amikor már az ő javadalmai is nagyobb, tehát több pénze volt egész egyszerűen. Ő egyrészt magánhumanista volt, akinek nagy könyvtára volt, aki körül tudós férfiak gyülekeztek, beszélgetéseket tartottak. Fennmaradt egy vendégének, Miklós Modruszi püspöknek egy beszámolója, amikor téli estéket töltöttek a váradi könyvtárban, tudós témákról, filozófiáról, teológiáról beszélgetve. Tehát ezek jellemezték az ő szűkebb környezetét. Azonban
az még nem lett volna elég, hogy ő magán személyként kedvtelésből az új, modern szellemi áramlat felé fordul, hanem, ahogy említettem, sokkal szélesebb látókörű volt, és egy egyetem alapításába is belefogott, 1467-ben alapítja meg a Pozsonyi Egyetemet, és jeles tudósokat, itáliaiakat, németeket, közép-európaiakat hív meg tanárként a Pozsonyi Egyetemre, és hozza létre a nyomdát. Lehetséges, hogy az egyetemet is a nyomda termékekkel, tehát ott akarták a tankönyveket kinyomtatni, ezt nem tudjuk. De emellett még, ami egyáltalán nem volt ismert mostanáig, párhuzamosan a nyomdával nagyon komoly szkriptóriumot, tehát egy könyvkészítő műhelyt hozott létre Esztergomban. Erről nem tudott a kutatás, ez egészen a közelmúltnak a fejleménye, hogy ennek a szkriptóriumnak a termékeit felfedeztük. Ugyanis hát mi történt? Nagyon érdekesen mutatják ennek az esztergomi szkriptóriumnak, tehát az ott készült másolatok, az ott készült könyvek, annak a mértékét, hogy Vitéz milyen szinten volt képes felismerni az itáliai humanizmus jelentőségét és adaptálni azt. Ugyanis az Esztergomban készült kéziratok olyan mértékben voltak itáliaiak, hogy később, tehát küllemükre az írás, ugye ez a letisztult, szép itáliai humanistika textuális, amit azóta is használunk a könyvnyomtatásban, így írtak kéziratokban is, tehát az írás és a díszítés terén is olyan mértékben itáliai darabokat készítetett, hogy később, jó pár év múlva a Corvina könyvtár létrehozói a királyi udvarban alkalmasnak látták ezt az állományt beemelni az itáliai jellegű Corvina könyvtárnak a darabjai közé. Tehát teljes mértékben elvegyültek az itáliai kódexekkel a Vitéz környezetében készült darabok. Tehát ez volt a holdudvara, vagy ez volt a másik ága annak az attitűdnek, amiről hallottunk a budai krónika kinyomtatásának, hogy nem csak nyomda létesült, hanem közben egy nagyon komoly kéziratos, szisztematikus produkció is zajlott az ő iniciatívájára. Tehát egy nagyon átfogó módon próbálta az országnak a művelődését megemelni. Rendkívül különleges személyiség. Ő nélküle nem született volna meg a mátyáskori 80-as évekbeli virágzó reneszánsz. Köszönöm a figyelmet. Igaz.
másképnek mi lelkünk, igaz hittel benned, valhassuk mindenekben, Urunknak csak téged. Ó, azért dicsérjük most fenn szóval az Úrot, mert lám csak ő viseli mindenünk gondunkot. Uram, az te nevedben állj meg szolgáidot, tiéd viszontag mi is dicsérjük fiadot. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hát én a telefonomon hoztam a szöveget, nem tudom, kicsit szégyellem magam, hogy itt mindenki papírból, de aztán mindig azzal mentegetem magam, hogy legalább így óvom a fákat, és hát ez a saját szövegem, úgyhogy könyvben nem tudtam hozni. Szóval amikor engem arra kértek, hogy beszéljek ezen a rendezvényen arról, hogy mit jelent számomra a könyv, akkor én oda mentem inspirációt remélve a könyves polcomhoz. És így megnézegettem, mik vannak rajta. Egyébként rendet is tettem, úgyhogy ezúton is köszönöm a lehetőséget. Látszik, hogy ilyen feladatorientált vagyok, mert így legalább időt szakítottam arra, hogy igenis olykor-olykor érdemes az embernek a saját könyvespolcán is rendet tenni. És elkezdtem gondolkodni azon, hogy mégis hogyan tudnám 6-8 percben kibontani azt a szót, hogy mindent. Aztán eszembe jutott egy ismeretlen szerzőnek a mondása, én ezt így használom, de biztos nem én találtam ki, hogy mutasd a könyvespolcod, és megmondom, ki vagy. Én tényleg, amikor vendégségbe megyek, akkor az első, hogy meg szoktam nézni a vendéglátóim könyvespolcát. Egyébként volt már vitám, hogy ezt illik-e, de én hangosabban érveltem amellett, hogy igen, úgyhogy továbbra is tartom, hogy ezt így illik. Nem azért vannak könyveink, hogy azokat rejtegessük. Szerintem az itt ülők is egyetértenek ebben. És erről eszembe jutott, hogy van egy sorozatom, a Mutasd a könyves polcod, remélem, hogy van olyan, aki már találkozott vele. Most vasárnap a 26. rész ment már ki a YouTube csatornámon, és nem nagyon tudok a NIOK, a Nincs időm olvasni kihívás, amiről majd mindjárt szót ejtek, emellett mást felhozni mentségemül, ami a legnagyobb olvasás népszerűsítő akcióm szerintem, amit az elmúlt években kitaláltam. Ugye ennek a lényege, hogy ismert emberekhez, a közélet ismert szereplőihez, írókhoz, költőkhöz megyek el, és arra kérem őket az otthoni, intim környezetben, a könyves polcuk előtt, hogy mutassanak meg 3 olyan könyvet, amelynek története van. És azt gondolom, hogy amikor még elindítottam, nem gondoltam volna, hogy ennek ekkora jelentősége lesz, mert hogy elképesztő, hogy emberek hogyan nyílnak meg a könyveiken keresztül, és mennyire más rétegét ismerhetjük meg ezeknek az embereknek. Egyébként az itt ülő Juhász Anna és Nyári Krisztián is volt már vendégem, vagy én voltam az ő vendégük, úgyhogy aki esetleg még nem találkozott vele, annak nagyon ajánlom, mert tényleg ennél komolyabb olvasás népszerűsítő tevékenységet nem tudok, és ez nem miattam működik, hanem a vendégeim miatt. Szóval nagyon büszke vagyok erre a műsorra, és ha már a könyvespolcomhoz sétáltam, és ha már könyv a téma, akkor ezt muszáj volt behozzam. Egyébként van egy, tudom, sokunk számára traumatikus szó, amit most ki fogok mondani, és előre is bocsánat, de muszáj, mert ez a másik, ami eszembe jutott, amikor gondolkodtam, hogy mit mondhatnék el ebben a 8 percben. Ez pedig a COVID, hogy mekkora jelentősége van az olvasásnak és a könyveknek, arra a COVID is rámutatott. Egyrészt én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy rengetegen fordultak a fikció és a könyvek felé a COVID alatt. Nem csak azért, mert a könyveknek köszönhetően otthon a kanapénkról utazhatunk, hanem azért is, mert az emberekben felértékelődött az, hogy megbeszélhetik egymással az olvasmány élményeiket. Emellett nyilvánvaló a megoldási stratégiát jelentett egy-egy irodalmi mű olyan nem ismert helyzetekre, amiben találtuk magunkat 2-2,5 évvel ezelőtt. És talán azért is mutatott rá a COVID, hogy mekkora jelentősége van a könyvnek, amire elsőre talán sokan nem gondolnának, hogy ugye megszaporodtak az online meetingek a világban, ezért nagyon nagy jelentősége lett annak, hogy a Zoom meetingeken mögöttünk milyen könyvek szerepelnek, vagy vannak-e könyvek. Egyébként nagyon
ügyesen külföldön egy cég például erre is ment rá, és méterre lehetett könyvet venni tulajdonképpen tőlük, felhasználván ezt ugye a Zoom meetingek és egyéb meetingek háttereként. Tehát azoknál, akik pusztán lakberendezési jogból szeretnék tartani a könyvet, vagy tartották a könyvet, kaptak erre lehetőséget. Erre elsőre lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ez botrány, lehet, hogy valakik mosolyognak rajta, de én mégis inkább azt gondolom, hogy ez reménykeltő. Sokszor temették már a nyomtatott sajtót, nagyon sokszor temették már a könyveket. Én mégis azt látom, és azt érzékelem, hogy az előbb felsorolt időszak például bebizonyította, hogy ez egy null a könyvnek. Szóval ez egy gól. Nyert a helyzet. Jöhet TikTok, jöhet Instagram, jöhet Facebook, jöhet bármiféle jelenség. Én azt gondolom, hogy a könyv az mindig is könyv lesz, és mindig is fontos lesz. Még ha nem is az össztársadalom életében, de mindenkinek fontos valamilyen szempontból. Személy szerint nekem egyébként az életemet jelenti. A könyv és az olvasás tényleg olyan, mint a levegővétel, hogy nem telhet el nap nélküle, és én már nem tudok létezni nélküle. Persze néhány éve nem gondoltam még, hogy ez egyszer számomra hivatássá válik, és hogy majd egy ilyen jeles eseményen itt állhatok önök előtt, ilyen nívós társaságban, és majd valami okosságot, vagy legalábbis értelmes próbálok nyökögni itt a mikrofonon keresztül önöknek. Egyébként én az olvasást azt köszönhetem J.K. Rowlingnak, aki a Harry Potternek köszönhetően megszerettette velem az olvasást, köszönhetem Szerb Antalnak, akinek hála megértettem, hogy miért is olyan izgalmas a magyar irodalom, de köszönhetem Exuperinek, Edith Éva Égernek, Margaret Mazzantininek, Sarah Nisha Adamsnek, meg hát még egy csomó írót tudnék sorolni, de talán nem untatlak vele benneteket vagy önöket. Mindenek előtt viszont mégiscsak az olvasóknak köszönhetem azt, hogy az olvasás és a könyvek ezt jelentik számomra, amit 6 évvel ezelőtt indítottam el a Nincs időm olvasni kihívást. Ugye ez egy ilyen olvasás népszerűsítő akció, egy társadalmi ügy, egy mozgalom, egy kampány, nevezhetjük bárhogy. Az biztos, hogy most 65 ezer ember van ebben a csoportban, szép lassan az ország megkerülhetetlen olvasói fórumává vált, és rengeteg olyan ember van benne, akivel elképesztően jó kapcsolódni. Mindemellett persze én folyamatosan megmaradtam a laikus mezei olvasónak, és ezt minden helyzetben hangsúlyozom. Igaz, hogy ez számomra tényleg hivatássá vált, és a NIOK, a Nincs időm olvasni kihívás életben tartása mellett azért most már van 2 könyvesboltom, a Libertin könyvesbolt, és van egy könyvkiadóm, a Libertin könyvkiadó, de emellett most is, meg bárhol, ha kiállok a színpadra, úgy állok ott, mint mezei olvasó. Mert hogy számomra az olvasás az, hát szerintem a boldogság kulcsa, ilyen nagyon egyszerűen 2 szóban. Ha gyászolok, hogyha nagyon mély lelki állapotban vagyok, ha fejleszteni szeretném magamat, ha boldog vagyok, netán szerelmes, én biztos, hogy mindig a könyvekhez fordulok. Minden egyes élethelyzetre lehet találni könyvet, ami egyszerűen elmélyíti az életünkben azt az időszakot, azt a kapcsolódást. Úgyhogy én észrevettem magamon, lehet ez egy függőség, de hogy csak a könyvekkel tudok élni, és a könyveken keresztül tudom igazán jól átélni az a velem megtörtént élethelyzeteket. Hát szóval ez lehet, hogy egy függőség, hogyha így mélyen vele gondolok, nem is annyira olcsó függőség, mert lévén, hogy van egy könyvesboltom, ritkábban járok könyvtárba. De hát amikor arra gondolok, hogy függőség, akkor általában pedig azonnal mentegetem magam Szerb Antal soraival. Ugye ő azt mondta, hogy aki a könyveket szereti, rossz ember nem lehet. És hogyha már könyvespolccal kezdtem, akkor ezzel is zárom a soraimat. Azt hiszem, hogy a könyvespolcunk, így amikor otthon én is nézegettem, az a mi belső megéléseink, a mi belsőnknek a fizikai megnyilvánulása. És nekem például a polcomon Edith Éva Éger a Döntés című könyve, az nagyon kiemelt helyen szerepel. Most, amikor rendezgettem, akkor kifelé is fordítottam, hogy minél látványosabb legyen, és eszembe jusson, hogy ez milyen életszakaszban jelentett olyan sokat. És nagyon büszke vagyok rá, hogy a Magyar Kultúra Magazin könyv külön számában az újságíró egy olyan érdekes dologra vetemedett, hogy engem úgy interjúvolt meg, mintha ő a Döntés című könyv lenne. Úgyhogy azt hiszem, ez egy jó példa arra, hogy mire jó az olvasás, milyen szinten képes fejleszteni a fantáziát, és hogy mennyire sokrétű tud lenni, hogyha a könyveken keresztül könyvekben gondolkodunk. Úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket itt elmondhattam, köszönöm a lehetőséget, hogy ebben a magazinban benne lehetek,
és azzal a sorral búcsúzom, ami inkább tegező formulában működik jól, úgyhogy ne haragudjatok, letegezek most mindenkit egyúttal, a könyv legyen veled. Sziasztok! Mindenkit sok szeretettel köszöntök, köszönöm szépen a szót, és én is nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm szépen Döme Barbarának az interjút, amit ebben a lapszámban készített velem. Azt hiszem, hogy egy olyan dologról beszélünk, ami mindannyiunknak a közös nyelve. Jó volt Ágit hallgatni. Valóban mi hárman, Krisztiánnal, Ágival elég sokat dolgozunk együtt, és azt gondolom, hogy ebben a világban nem konkurencia van, hanem egymás támogatása. De én talán egy olyan nézőpontot tennék hozzá ahhoz a vonalhoz, amit eddig hallottunk, hogy az olvasás, azt gondolom, hogy mindannyiunknak a saját útja. Egy picit talán rendkívüli a helyzet, nálam mindig el szokták mondani, vagy valahogy mindig a nevemhez hozzátartozik, hogy egy költőnek vagyok a lánya. Ezért én arra gondoltam, hogy innen indulok ki most én is, és azt szeretném megmutatni önöknek, hogy hogyan vált nálam is a saját úttá az olvasás, hogy mennyire lehet mindannyiunknak ez egy döntés, hogy olvasóvá válunk, és egy picit azokat a rendezvényeket szeretném bemutatni, amire Kata kolléganőm már utalt, és ami egy budapesti kávéházból indult ki 13 évvel ezelőtt, és most pedig ott tartunk, hogy pár napja jöttem haza Brassóból, és szerte a Kárpát-medencébe több ezer embert ültetünk le ilyen irodalmi szalonokon, ami azt hiszem, hogy 13 évnek egy csodálatos munkája. Hoztam a kezdéshez egy idézetet édesapámtól, Juhász Ferenctől, mert ez volt az a gondolat, ami talán nagyon jól összefoglalja, hogy mi az, amiben beleszülettem, és mi adta az első ihletet ahhoz, hogy valamilyen módon, talán egyszer én is ehhez a különleges világhoz kapcsolódjak. Ennek a szövegnek az a címe, ez egy hosszabb szöveg, hogy a művészet küldetés, és én ebből egy 14 sort hoztam, bele fog férni az időbe. Azt mondja Juhász Ferenc, hogy már kamaszkoromban tudtam, és egyre inkább tudom, egész létemmel tudom, hogy a művészet küldetés. Küldetés a szó léttörténeti és bibliai értelmében. Olyan törvény, amelyet be kell töltenünk. Mindenáron meg kell valósítanunk, mindenképpen ki kell teljesítenünk. Különben ott pusztulunk a szorongás és a léhaság vérszínű, forró aranyránc fuldoklás sivatagában. És a művészet próba is. Önmagunk és a feladatunk próbája. És a művészet vállalás is, a folytatás, az abba hagyhatatlan vállalása, mert a művészet lehel a lét deres szívére virágot, madarat, csillagot, önismeretet és irgalmat. Igen, a művészet küldetés, próba és vállalás, és így állandóság is. De hogy mikor ér a küldetés, a próba és a vállalás csúcsára a művész, erre kiadhat feleletet. Nincs ember, aki erre felelni tudna. Csak is a szüntelen tevékenység, a folyamatos cselekvés, a lélek erjedés és a lélek száradás szüntelen váltakozó hétköznapjaiban, óráiban, perceiben, másodperceiben és pillanataiban készülhet és készül el a válasz. Mert a művészet a várakozás boldogsága, a gyötrelem boldogsága, a küldetés, a próba, a vállalás boldogsága, a pontosságra törekvés boldogsága, a művészet a mindig próbálkozás boldogsága. Ez csak pár sor volt, de szerintem nagyon jól kifejezi. Nem csak egy 20. századi költőnek a gondolatait, hanem pontosan azt, amiben én beleszülettem. Ez volt az a világ, egyébként most olyan jó itt állni, mondtam itt a kollégáknak, hogy végülis én félig meddig itt nőttem föl, ilyen fantasztikus könyvek között, mert ugye édesapámnak a testvére Juhász Gyula volt itt sokáig az igazgató, és itt már rögtön rá is térek erre, hogy igen, valamiben beleszülettem, és tűnhet úgy, hogy az én helyzetem könnyű. Ezt nagyon sokszor megkaptam, akár az egyetemen, akár bármilyen társaságban, nekem biztos könnyű, mert hogy költő az édesapám, tehát akkor nekem csak megszületni volt nehéz. De azt gondolom, hogy mindannyiunknak a saját személyisége, a saját útja, az csak egyfajta gyötrelmen, egyfajta kitartáson mehet. Nekem talán sokáig a legfontosabb volt, hogy tudok egy ilyen vezetéknévhez egy keresztnevet hozzátenni. És valahogy akármennyire is egy irodalmi levegőt szívtam magamba gyerekkoromban, tehát ez részben igaz, és valid közösségeket láttam otthon, és folyamatos beszélgetésben nőttem fel, ami később a munkámmá is vált közösségteremtésbe, de meg kellett tapasztalnom azt, hogy mennyire tud egy-egy embert megmenteni a könyv. Nekem is egy elég nehéz időszakom volt 20 éves koromban, egy szanatóriumba kerültem egyedül, egy évig volt egy elég súlyos betegségem.
És hát sajnos azt mondták, hogy meg fogok halni. És ott álltam 20 évesen egyetemistaként, és nem jöhettek fel a szüleim. Egy picit úgy képzeljék el, mint a Varázshegyet, hogy van egy ilyen saját légkör, amiben meg kell tanulni létezni. És akármennyire is beleszülettem abban, hogy mit jelent az irodalom, ott álltam egyedül, és azon kellett elgondolkoznom, hogy hogyan tovább. És az egyetlen dolog, amit tudtak hozni a szüleim nekem, ugye nem volt mobil, nem volt számítógép, semmi, elkezdtek felhozni nekem könyveket, illetve én is így kértem a szüleimet, hogy hozzanak könyveket. És akkor először tapasztaltam meg saját bőrömön, hogy itt teljesen mindegy, hogy kikinek a lánya, teljesen mindegy, hogy mibe születünk bele, a könyv ez meg tud menteni. A könyv ez mindig ott tud lenni társként. Én ezekből a pici könyvtárat építettem Parádfürdőn, ahol voltam, és ezekből a könyvekből szereztem valamiféle biztonságot magamnak. Jött egy Radnóti Miklós, jött egy József Attila, jött Szerbanta Lágival közös könyvünk, nyilvánvalóan a irodalomtörténet, az Utas és Holdvilág, a Pendragon legenda. Szépen jöttek a könyvek, és nagyon megengedőek voltak a tanáraim az ELTE-n, hogy engedték, hogy halasszak fél évet, és igazából az évfolyamtársaim nem is tudták, hogy hol vagyok. És itt fogalmazódott meg ebben a magányban az, hogy a könyv az nem csak egy megmentő társ tud lenni az életünkben, és a boldogságban is mindenhol, hanem hogy talán, hogyha egyszer visszajutok majd a saját életembe, akkor valahogy ezt a közösséget, amit a gyerekkoromban magamban szívtam, ezt meg kéne valósítani, hogy ez egy közös történet legyen. Mert hogy az ember, ha valamit megtart magának, akár azt, hogy beleszületik az irodalomba, az egy önzés, és az önzésből nem jutunk magasra. Csak akkor tudunk magasra jutni és szárnyalni, hogyha megosztjuk azt, ami nekünk van. És így alakult ki az a történet, ami 2010-ben indult, hogy egy kis budai kávéházba beléptem, és kitaláltam, hogy itt fogom megvalósítani ezt a történetet. Ez indult el 2010. november 17-én, egyébként az első estjeim egyikén már Krisztián ott volt a vendégeim között, és Ág is volt már vendégem az irodalmi szalomban. És volt olyan időszak, amikor mind a Hadiknak, a New Yorknak és a Centrál Kávéháznak egyszerre voltam a művészeti vezetője, ez azért volt számomra fontos, mert ezek történelmi kávéházak, és itt tudtam azt az örökséget összekapcsolni, amit egy picit úgy éreztem, hogy beleszülettem, de mégis modern formában szerettem volna továbbadni. És hogyha ezt az utat nézzük, ami azóta eltelt ebben a 13 évben, könyvek, irodalmi filmek, irodalmi vlogok és különböző műsorok kapcsolódnak már ahhoz, amit szeretnék, vagy amit kávéházi szalonnak, vagy irodalmi szalonnak tartok. Egy picit talán úgy érzem ezt az utat, hogy egy kávéházból indult azzal a céllal, hogy közösség legyen, és valahogy állítsunk emléket annak, hogy az írók, az alkotók régen kávéházakba jártak, és ebbe találjuk meg a helyünket a 21. században, építsünk közösséget. Most már nyilván számos helyen van ilyen rendezvényem, és esténként akár 6-700-an is ülnek, hetente 5-ször, tehát nagyon nagy a közönsége ezeknek a rendezvényeknek szerencsére. Én is úgy gondolom, kapcsolom Ágihoz, hogy mi csatornák vagyunk, és én is azt gondolom, hogy a könyvek és az alkotók gazdagsága az, ami a közönséget oda vonza egy-egy rendezvényre. De talán az elmúlt időszaknak a legnagyobb lépése, hogy az ügynökséggel, a Petőfi Kulturális Ügynökséggel másfél évvel indultunk a Kárpát-medencébe és vidékre. Ez egy hatalmas ugrás volt. Az, hogy most már hetente vagy havonta, akár Vajdaságban, akár Székelyföldön, Erdélyben, számos városban irodalmi szalonestek vannak, vagy akár rendhagyó irodalomórák diákoknak, tematikus órák kortársírókkal, vagy klasszikus szerzők mentén. Ez teljesen kitágította azt, ami 13 éve elindult, és talán itt tudnám azt mondani, hogy velünk van már ez az örökség, és talán egy picit azt tudtuk kimozítani, hogy most már nem a kávéházba járunk, hanem valahogy ez a mozgalom elindult, és elkezdte élni a saját útját. Nagyon-nagyon sok mindent felírtam arról, hogy mit jelent a sikerélmény, meg arról, hogy milyen elbukni, mert az ember, amikor szerepel, akkor természetesen bárhogy is felkészül, vannak rosszabb esték, amikor nem tud olyat kérdezni, önmarcangol, tovább szeretne menni. Tehát, hogy nyilván, mint minden pályán, mindannyiunknak vannak nehezebb programjai és sikeresebb dolgai, de talán egy példával szeretném lezárni a gondolataimat, de talán azt tudnám mondani, hogy számomra mindig az volt a fontos,
az estjeimen, vagy ezeken a rendezvényeken, hogy az olvasás, vagy a tudás, az mindig egy megosztható dolog legyen, soha ne fölény. Ne érezzük azt, hogy azért, mert mi több könyvet olvastunk, mások vagyunk, ezt tudjuk megosztani bárkivel, hogyha közérthetően el tudom mondani, hogy mit üzen egy-egy szerző, hogy mi van egy könyvben, akkor már is megint ugyanott tartok, hogy nem magamnak tartottam meg valamit, nem valaki fölött állok, hanem kinyújtom a kezemet. Számomra ez a legfontosabb. És én azt mondom, hogy nagyon sokan azon dolgozunk, hogy 2023-ban a mobil mellé oda tegyük a könyvet, és megtaláljuk a helyét az olvasásnak. Egy példával fogom lezárni egy rendhagyó irodalomóráról, kollégáim már hallották, de ez az elmúlt fél évemnek egyik legszebb példája. Ózdon jártam egy középiskolában, nagyon szeretek elmenni rendhagyó órákra, és találkozni diákokkal, és beszélgetni a könyvekről. És ez egy Nemes Nagy Ágnes irodalomóra volt, tehát 20. század második fele, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky, Vörös Sándor, Újhold és a többi. És hát nyilvánvalóan nem mindenki ismerte ezeket a szerzőket, tehát amikor így felsoroltam, akkor kicsit elég üres térbe éreztem magam, és ilyenkor szoktam azt, hogy akkor kinyitjuk a könyvet, közösen elkezdünk olvasni, és megnézzük, hogy kinek mit jelent egy-egy vers. És beszéltem nekik a szerzőkről, beszéltem Nemes Nagy Ágnesről, beszéltem fordításról, tényleg most ebben nem is megyek bele, Pierre Emmanuelről, csomó mindenkiről, hogy hogyan jönnek össze emberek, és kinek ki mit jelent, és azzal zártam az órát, hogy van-e valakinek kedve, hogy akkor felütjük a könyvet, és akkor van-e valakinek kedve kijönni olvasni. És az első sorban egy kisfiú feltette a kezét, aki egyáltalán nem volt aktív addig az órán, és mondtam, hogy na, ez szuper, gyere ki mellém ide a mikrofonhoz, és akkor olvassuk el együtt ezt a verset. És azt vettem észre, hogy a tanárnő elkezd sírni a sarokban. Tehát így folyik a könnye, nem igazán értettem, de ugye még az óra volt, tehát csináltuk. A kisfiú kijött mellém, felolvasta a verset, és utána visszaült, kicsöngettek, elköszöntem, és elment. És a tanárnő még mindig sírt. És hát kérdeztem, hogy mi történt. És azt mondta nekem, hogy ez a kisfiú, ez a cigány kisfiú, most elvették a szüleitől, mert kilakoltatták őket. Négyen vannak testvérek, körülbelül másfél hónapja nem is látta se a testvéreit, se a szüleit, a szülei most munkát keresnek, és a kisfiú másfél hónapja nem szólalt meg. És most először ezáltal, az irodalom óra által, a könyv által, egy vers által szólalt meg, és majd visszament a magányába, de lehet, hogy meg is változott valami, most ezt nem tudom. De úgy érzem, hogy talán ez egy olyan példa, ott már nyilvánvalóan mindannyian sírtunk a végén, hogy milyen ereje tud lenni egy-egy versnek, vagy annak, hogy egymáshoz szólunk irodalommal. De én azt gondolom, hogy nagyon sok felé tud vezetni az olvasás, nagyon sok utat tud összekapcsolni. De hogyha így oda tudunk egymásra figyelni, vagy meg tudjuk osztani azt, ami a miénk, akár egy tudás, akár egy szerző, akár egy érdeklődés, akár egy videóban, akár egy könyvben, akár egy irodalmi szalomban, akkor biztos vagyok benne, hogy 2023-ban tudunk egymás felé lépni, és egy olyan világot tudunk teremteni, ahol ugyanúgy meg tud maradni a könyvnek és az olvasásnak a becsülete, mint ahol mindig is volt, és ahol a helye van. Köszönöm szépen! Azt is, amit a nap búcsúz.
húzva ont. A aranyküllőt vett a horizont, s ott is, ahol késő délutánokon még megragyog fém sárga lombokon. Sietni kell, egy nap leszáll a köd, és szűkre fogja szemhatár köröd. Éj is jön, mely csillag fényt sem ad, és évmilliókig nem lesz sugaran. Kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit. Megpróbálok minden előttem szólóhoz kapcsolódni, hogy Vitéz János mekkora ember volt, arra egy ellenpéldát hagy mondjak. 1463-ban egy másik érsek, Várda István kalocsai érsek, anatémát, egyházi átkot mondott egy találmányra, amely megvesztegeti az erkölcsöket, tönkreteszi a tudományokat, veszélyezteti a vallást. Ez a 10 évvel azelőtt feltalált Gutenberg-féle könyvnyomtatás volt. És ezzel egyáltalán nem volt ez a derék érsek egyedül.
humanisták tucatjai, vagy még ennél is többen egész Európában hasonlóakat fogalmaztak meg a könyvnyomtatással szemben. Hát micsoda dolog az, hogy bárki leírhat bármit, beviszi valahova, kinyomtatják, és bárki hazaviheti. Hát itt mi lesz az erkölcsökkel, mi lesz a tudománnyal? Minden technológia újdonság kapcsán ezek felmerülnek ezek a dolgok, és szerencsére a könyv azóta is tartja magát, ráadásul pont ugyanúgy, ahogy Gutenberg kitalálta, mindenki gondoljon a zenelejátszó eszközére, a telefonjára, azzal az, arra az eszközre, mivel a filmet nézi, hogy csak 5-10 év alatt mennyit változott. A könyv pedig valami olyan titkot tud, amit azóta se sikerült megfejteni, meg talán nem is fogunk, minden esetre Gutenberg kora óta nem változott, legfeljebb a mérete. Egy nagyon tartós információ és kultúra közvetítő dologról van szó. És aztán nem kellett már sokat várnunk arra, hogy megérkezzen Hesse András, és bár ő, de talán erről a előttem szólók többet tudnak mondani, de hát valamilyen módon mégiscsak abba hagyta a munkát, csődbe ment, vagy el kellett mennie, de a lényeg az, hogy mindig volt, aki újra kezdte, innentől kezdve. A három részre szakadt Magyarországon pár évtizeddel később már 40 nyomda működött, a Királyi Magyarországon és Erdélyben elsősorban, a török hódoltság alatt, hát mondjuk így nem volt egy szolid biznisz, halálbüntetés járt érte, de még így is nyomtattak könyveket. És aztán nem sokára, történelmi léptekkel nem sokára persze, az írók is kedvet kaptak hozzá. Balassi Bálint egyébként, két Lányrablás és Várostrom között, szintén elkezdett álmodozni arról, hogy neki is lehetne nyomtatott könyve. Ezt ő már nem tudta megcsinálni, de a tanítványa, Rimai János elkezdte előkészíteni Balassi verseinek a kiadását, és aztán addig-addig szöszmötölt a szerkesztéssel, még egy élelmes nyomdász, hát mondjuk így engedély nélkül Rimai és Balassi verseit összekeverve ki nem nyomtatta. Ennek két tanulsága van ránk nézve. Az egyik, hogy azóta is így működik a, hát mondjuk így a magyar könyvipar, hogy a szerkesztő és a szerző a tápláléklánc végén van. A másik tanulság pedig az, hogy ezből a kötetből Balassi Bálint mindannyiunk által szeretett és ismert szerelmes verseit kihagyták. Ugyanis ezeket a korabeli jog erkölcstelennek bélyegezte, fajtalan énekeknek nevezte, ma azt mondanánk, hogy ugye a öncélú szexualitást vélték benne felfedezni. De aztán egyre inkább megjelentek íróknak is a könyvei, meg még öncélú szexualitás is maradt a könyvekben. 1748-ban egy Mausz Gellért nevű kiváló budai úriember megnyitotta az első tiszta profilú könyvesboltot Magyarországon, és már nem sokat kellett várni, 1795-ben megalakult a Pesti Könyvvárosok Grémiuma. Ezt csak azért mondom el, mert ez a mai napig is működő Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, ez a legrégebbi magyar civil szervezet, azért ez egy jó hír, itt az 550. évforduló. De hát mi mindenről beszéltem, csődről, mindenféle cenzúrázási kísérletekről, betiltásról, ezek az első könyvvárosok a körbetartozásról, a papírárakról panaszkodtak, betarthatatlan jogszabályokról. Milyen jó, hogy 550 éve nem változott semmi. Ez azért a jövőre nézve is optimizmusra ad okot, mert még van 550 évünk akkor. Legalább ugyanilyen. Mi van ma? Én már szerencsére elég öreg vagyok ahhoz, hogy visszatudjak emlékezni arra, hogy különböző technológiai újítások kapcsán hányszor mondták el, hogy az olvasás kultúrának és a Gutenberg galaxisnak, a könyvek világának vége van. Amikor megszülettem, akkor vált általánossá a nagy lefedettségű televízióknak a korszaka, azt mondták, a televízió tönkre fogja tenni a könyveket, nem lesz több könyv. Aztán valahogy felcseperedtem, 30 évvel ezelőtt jött az internet, hát ugyanezt mondták róla, hatalmas tanulmányok jelentek meg, óriási koponyák a Gutenberg galaxis végét jósolva, és aztán volt egy kis felhorgadás még az e-könyvek kapcsán, hogy jó, de hát akkor legalább a papírkönyvnek vége lesz. Ez sem történt meg, úgyhogy én a mesterséges intelligenciától se félek egyáltalán. Hiszen mi az irodalomnak a lényege? Az, hogy mások érzelmi tapasztalatait újféle módon el tudjuk rendezni magunkban, és újféle élményeket kapjunk. És az írók is ezt csinálják. Ezt egy robot soha nem fogja tudni. Lesznek rossz könyvek, amit robotok írnak, majd azokat valaki megvásárolja, vagy nem. De akkor nézzünk egy kicsit a mélyére, hogy egy kicsit, hogy mondjam, rossz hírekről is beszéljek.
Gutenberg kora óta azért van egy fejlődés, például az, hogy az európai vagy nyugati emberek 99-98%-a megtanul írni, olvasni. Ezért ez jó hír. De ezen belül van egy nagyon rossz szám, és ez Magyarországon ugyanúgy igaz, mint Európában 1-2%-os különbségek vannak. A magyar emberek 25%-a funkcionális analfabéta. Ez azt jelenti, hogy tud írni, olvasni, de már egy használati utasítás megértése is gondot okoz neki. Ő soha nem fog örömöt lenni egy nyomtatott könyvben, egy irodalmi műben. Szerintem nekünk, akik itt vagyunk, a közművelődésben dolgozók, könyvkiadók, az államigazgatásban dolgozóknak és mindenkinek közös feladatunk, hogy ez a szám valahogy csökkenjen. És még egy szám, amiben talán hatékonyabbak tudunk lenni. Közösen a Petőfi Irodalmi Múzeummal a MEKEKE, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése néhány éve végzett egy nagy országos könyvfelmérést, egy olvasáskutatást. Ebből az jött ki, hogy a magyar felnőttek 53%-a az előző évben egyetlen könyvet sem vett a kezébe. Nyilvánvalóan vannak, akik nem tudnak praktikusan olvasni. De van egy nagyon nagy szám, és ezzel van dolgunk, akik azt mondják, kicsit leegyszerűsítve, hogy azért nem olvasnak, mert túl sokat olvasnak. Annyi digitális betű ömlik ránk egyetlen nap alatt, hogy elveszítjük azt a képességünket, hogy fókuszáltan olvassunk irodalmi szövegeket, vagy bármilyen könyvet. Ezt hívják digitális fáradtságnak, én is áldozata vagyok neki oly sokszor, és valószínűleg önök is, akik itt ülnek, de mégiscsak az olyan kezdeményezések, mint amiről Ági beszélt, mint amiről Anna beszélt, segítenek abban, hogy ezek az emberek visszataláljanak a könyvekhez, mert ez nemzetgazdasági, meg nemzeti kár, kulturális kár is lehet, hogyha ilyen módon csökken a könyvet olvasók száma. És nagyon nehéz helyzetben van az egész intézményrendszer a nyugati világban, Magyarországon is, amikor erről beszélünk. Mert közben azt látjuk, hogy talán a 20. század közepe óta soha ilyen erősek nem voltak a különböző könyvellenes mozgalmak az egész világon, mint ma. Ha kicsit odafigyelünk a hírekre, biztos mindenki tudja fejből, Agatha Christie-től kezdve, Mark Twain-en, Tolkien-en át, Orwellig, szinte naponta jönnek elsősorban az Egyesült Államokból a hírek, hogy milyen könyveket akarnak cenzúrázni, betiltani, levenni a könyvesboltok vagy a könyvtárak polcairól. És mielőtt azt gondolnánk, hogy ez a vók baloldalnak az egyedüli bűne, azt kell mondjam, hogy nem. Ez ugyanúgy olyan az alt-right jobboldalról is egymást hergelve történik. Igazi könyvtári háború zajlik az Egyesült Államokban, és már nem csak ott, hanem Európában is, és minden irányból érkezik. József Attilával szólva azt tudnám mondani, hogy e tekintetben minden külön értesítés nélkül vók és alt-right jegyesek. És ez egy nagyon veszélyes tendencia, és azt hiszem, hogy sokkal veszélyesebb, mint a mesterséges intelligencia, az emberi intelligencia még mindig veszélyesebb tud lenni. Nekem teljesen mindegy, hogy Shakespeare-t azért akarják levenni a polcról, mert nem megfelelően írt a feketékről az Otellóban, vagy azért, mert férfiaknak írt szerelmes verseket. Az a lényeg, hogy ott maradjon Shakespeare a polcokon. És akkor még egy dolgot így a végére, ami szintén világjelenség, mert a COVID alatt, amiről szintén szó volt, hatalmas lendületet kapott a könyvpiac, hiszen mire költötték volna az emberek a kultúrára fordítható pénzüket, mint könyvekre, másra nem nagyon tudták. Soha olyan konjunktúrája a könyvpiacnak nem volt a világon, mint 2021-22-ben. Ma viszont visszaesés van mindenütt, nyilvánvalóan. Magyarországon egy nehéz gazdasági helyzetben még nagyobb. Azt látjuk a könyvpiacon dolgozók, hogy bár nem olyan mértékben csökken a könyvkereskedelem, mint a kiskereskedelem általában, a könyvet vásárlók száma sem csökken értemben, de a megvásárolt könyvek száma már igen. Vagyis még bemegy a könyvvásárló a könyvesboltba, de már kevesebb könyvet tud megvenni. Azt hiszem, hogy ez is egy közös feladat, hogy ebben a helyzetben a egészen kiváló magyar könyvtári hálózatot erősítsük, használjuk. Másrészt pedig azokat, akiknek ez a mindennapi munkájukhoz tartozik, hogy könyvet olvassanak. Valahogy közösen az állam, a magánszféra, az itt jelenlévők, minden különböző területen dolgozók segítségével próbáljuk olyan helyzetbe hozni, hogy ne kelljen anyagi okokból könyvekről lemondani. És hogyha ezt megtesszük, akkor van még újabb 550 évünk. Jó olvasást kívánok mindenkinek! Ős patkány terjeszt kórt mi köztünk, a meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miattan nem tudja a részek, a kertet.
kedvét pesgőbe öli, iszonyodó kis szegények üres levesét hörpölik. S mert a nemzetekből a szellem nem kacsar nedves jogokat, hát új gyalázat egymás ellen serkenti fel a fajokat. A felnyomás csapatban tárok, élő szívről mit tökre száll, s a föld golyón nyomor szivárok, mint hülyék orcáján a nyár. Lógatják lábuk az ínségnek gombos tűjére szúrt nyarak, bemásszák lelkünket a gépek, mint aluvót a bogarak. Lelkünk ott váva bújt a hálás hűség, a könylángba pereg. Hűzi egymást a hosszú állás vágya, s a lelki ismeret. S mint a sakár, mely csillagoknak fordul kihányi halkjait, legünkre, boltívokra nyognak a költő hasztalamból így. Ó, csillagok ti, rostás kurva, pastőrök ülkörös körül, hányszor lelkembe vagytok szúrva, itt csak meghalni sikerül. S mégis bízom, könnyezve intlek, szép jövőnk ne légy sivár. Bízom, hisz mi elődeinket karóba nem húznak ma már. Majd a szabadság békessége is eljön, finomnak így, s minket is elfelednek végre nyugasok csendes árnyai. Majd a szabadság békessége is eljön. Szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon furcsa érzés itt állni, azért, mert most a könyvlapszámból is megtudtam, hogy a statisztikák szerint az olyanok, mint én, azok egyáltalán nem lesznek olvasó emberek. És eredetileg nagyon-nagyon más szöveggel készültem, csak annyi minden hangzott itt el, hogy már 5 verzió futott végig a fejemben, hogy miről volna érdemes beszélni, de engedjék meg, hogy nagyon személyes legyen. Én egy olyan faluban nőttem fel a Szilágyságban, ahol nem volt könyvtár. Egy olyan házban, ahol nem volt könyvespolt. Egy olyan kultúrából jövök, ami alapvetően egy szóbeli kultúra, és amikor az én testvérbátyám első osztályos lett, és lett ABC-s könyve, akkor én kísértem magamnak egy sajátot. Amikor én zavartam őt a tanulásban, akkor engem kiparancsoltak a szobából, és dacosan elvonultam ezzel az ABC-s könyvvel, és tavaszra megtanultam olvasni. Következő ősszel az óvodában, most gyorsan körülnézek, nincsenek-e itt kisgyerekek, azt írta az ajtón, hogy a Mikulás csomagra bizonyos összeget hozzanak be a szülők. Én gyorsan összetrombitáltam a gyerekeket, hogy baj van, mert a Mikulás nem fog tudni ajándékot hozni. Visszatért az óvónéni, zokogtak a teljes középső csoport. Elmondták, hogy én mondtam, és büntetésből a sarokba állított. És én néztem őt, és tudta, hogy nem hazudok, és nem igazán értettem, hogy ez most miért történik velem. Volt könyvünk természetesen, volt Bibliánk, és volt Benedek Elek népmese gyűjtése, a Piros mesekönyv. Amúgy rendkívül jó választás volt a gondviseléstől, hogy ilyen könyveket adott az én gyerekkoromra. Aztán jöttek hittérítők, akik hoztak mindenféle kiadványokat. Én ezeket olvastam, és ez azért volt nagyszerű, mert mi azért nagyon-nagyon következetesen nyakas kálvinisták vagyunk, és eleve úgy olvastam mindent, hogy attól, hogy le van írva, és attól, hogy ki van nyomtatva, az egyáltalán nem biztos, hogy szó szerint igaz.
És úgy kezdtem el olvasni, hogy folyamatosan szelektáltam a valószínűleg igaz információkat, a valószínűleg propaganda vagy hittérítő anyag frázisai közül, például a relativitás elmélet és a Biblia. Ez egy rendkívül jó kiadvány volt ahhoz, hogy Einsteinnel ismerkedjen az ember, de hasonló kiadványokból tájékozottam mondjuk az indiai kasztrendszernek az alakulásáról, és egészen jó tanulmányút volt egy ilyen gyerekkor, amelyben amúgy igazán míves szövegeket hallhatott az ember, hogyha a nagyszüleivel szóba állt, vagy hogyha a szomszéd cigányasszony átjött hozzánk, és egészen elképesztő meséket mondott boszorkányokról és különböző rontásokról, amiket ő el tud végezni. És ebben a varázslatban telt az én gyerekkorom. És az, hogy szemmel láthatóan nem vagyok 200 éves, tehát hogy ez nem volt olyan messze, 40 sem vagyok. Tehát 37 évvel ezelőtt az én gyerekkorom így nézett ki. Amikor a nagyfiam itt Budapesten egy belvárosi iskolában első osztályos lett, bekísértem őt a tanterembe, és mesélni próbáltam arról neki, hogy milyen volt az én iskolám. És az én iskolámról mindenek előtt a petróleum szag jut eszembe, és itt elakadtunk a történettel, hogy milyen az anya. Hogy lehet elmondani egy 7 évesnek, hogy milyen a petróleum szag, amikor sosem találkozott petróleummal? Ezek voltak azok a feladványok, amik szembe jöttek az életben a munkámba beépíthető módon. Amikor Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója felkért arra, hogy egy Magyar Kultúra nevű lapnak legyek a szerkesztője, és az az elvárás felém, hogy ez a lap méltó legyen ehhez a névhez, akkor én pontosan tudtam, hogy ilyen csodálatosan gyönyörű és nem tudom, fenséges feladatot a magyar kultúrtörténetben szerkesztő még nem kapott. És ezzel a felelősséggel álltam neki kitalálni azt, hogy milyen legyen ez a lap. És ezekkel a tapasztalatokkal a hátam mögött. Nagyon fontos még olyan epizódokat elmondanom, például arról, hogy miért ilyen ez a könyvlapszám, amilyen, milyen inspirációk értek engem. Van egy nagyon jó barátom, akinek 4 fia van, kamaszok. Nekem 2 fiam van, akik 10 évesek. Azt hiszem, hogy nálunk jobban a világon senki nem fél a háborútól, mint a kamasz fiúknak a szülei. És amikor az ő fiai 15 évesek lettek, az ikrek, akkor ő ajándékba egy levelet adott nekik, amelynek a végén van egy olvasmánylista. És arról szól ez az ajándék 2 Kolozsváron élő 15 éves fiatalembernek, hogy itt van ez a 40 könyv, olvasd el, és ebből megtudod, hogy mit jelent európainak lenni. És nagyon érdekes volt látni, hogy 2 tizenéves fiatalember milyen áhítattal fogad egy ilyen ajándékot az apjától. Amikor mi ezt a lapot szerkesztjük, akkor kicsit hasonló törekvés van bennünk, hogy egy-egy címszó kapcsán, például a könyv, foglaljuk össze, hogy miről szól a 2020-as évek eleje, mit gondolunk mi most, mire vagyunk büszkék, ha erről beszélünk, mitől tartunk, ha erről beszélünk, és egyáltalán mit szeretnénk maradandóvá tenni. A másik szála az idei munkánknak, az a Petőfi bicentenáriumhoz kötődik, minden egyes lapszámhoz tartozik egy ilyen melléklet is, ami ezzel foglalkozik, de van egy központi gondolatunk, az az, hogy te mit tennél egy időkapszulába. És elhoztam az emléklapszámunkat. Itt annyi minden hangzott el arról, hogy mire bír emlékezni az ember egyáltalán, és mi hogyan befolyásolja az identitást, hogy az emléklapszámunkban találtam, ennek apropóján kerestem, ha a főszerkesztő beköszöntőt éppen nem tudok írni, akkor mindig Karintit olvasok. És Karinti segített át ezen a beköszöntőn is, mégpedig azzal, hogy 1935. augusztus 4-én a Pesti Naplóban azt írta ő, hogy mindjárt megkeresem, bármelyik napilap, bármelyik rovatából, bármelyik közgazdasági jelentésből, külföldi hírből, rendeletből és intézkedésből a kétség és a legrosszabb eséllyel való leszámolás bizonyossága süvölt feléd.
Mutass valakit nekem, aki a mai Európa fennmaradásában jobban megbízik, mint Noé, amikor a bárkáját, ezt a nagy konzervskatuját építeni kezdte. És azért mondtam el a dátumot az elején, mert ez nekem azért tetszett meg, mert egy év múlva Amerikában egy izgalmas kezdeményezés indul. Ugyanis ez az az időszak, amikor megszületik az időkapszula kifejezés is, miután Karinti ezt megírja, nyilván tőle teljesen függetlenül, egy év múlva Amerikában elkezdik előkészíteni a civilizáció kriptája nevű időkapszulát. Ez egy egyetem alaksorában van, és rengeteg mindent hordanak be oda. Az a céljuk, hogy megőrizzék, konzerválják azt, ami a 20. század elején az európai civilizációt jelenti. Nagyon érdekes, hogy mi viszi rá az embert, éppen túl vannak egy világégésen, és a nyakukon van egy második, és megérzik azt, hogy az emberi civilizáció az mennyire sérülékeny, mennyire egyértelműen el tud múlni. Látják, akár csak a reformkorban egy másik apokaliptikus tapasztalat nyomán, egy kolera járvány hatására is szembesült az ember azzal, 1831-ben 287 ezer ember halt meg Magyarország területén. Ez azért egy elég apokaliptikus tapasztalat volt. Akkor is elindította az embereket arra a gondolatra, hogy mi történik akkor, hogyha eltűnünk a világból mi magyarok. Honnan fogják érzékelni, hogy mi itt jártunk? Hiszen eltűnt, letűnt a görög civilizáció, a római birodalom, nálunk sokkal hatalmasabbak vonultak le arról a térképről, amiket most újra rajzolgatnak, és arra jutottak, és ez egy nagyon egységes válasz volt, hogy nyomot kell hagynunk magunk után a kultúránk által. Ez a civilizáció kriptája egy picit 20. századira sikeredett, nem csak azért, mert van benne alufólia, meg kenyérpirító, meg fésű, meg minden olyan hétköznapi tárgy, amit az emberek úgymond beszavaztak, hogy mi mindent mentsenek át, hanem amiatt is, mert bevittek ebbe könyveket mikrofilmeken, bevittek mikrofilmolvasókat, meg nagyítókat, majd arra gondoltak, hogy nem lesz elektromos áram, akkor bevittek egy tervrajzot, hogy hogy építsenek szélerőművet, majd egyszer csak valakinek az is eszébe jutott, hogy mi van akkor, ha majd nem beszélnek angolul, ha már kibontják ezt a kriptát, ugyanis 8113-ig zárták le ezt a civilizáció kriptáját. És most gondoljanak bele ebbe az időbe, hogyha 30 év alatt ennyit változott a világ, hogy én a gyerekemnek azt sem tudom elmondani, milyen petróleumi szag, akkor mi lesz érzékelhető 8113-ban abból, amit majd közel 100 évvel ezelőtt az emberi civilizációról mondani akartak. És ez az a játék, ez a gondolatjáték az, ami minden lapszámunkban benne van, hogy mit kezdünk az idővel, mit kezdünk az emlékek elhomályosodásával, és mit kezdünk a könyvekkel, mi adható át ebből. Van egy rendhagyó irodalom óránk, amivel járjuk a világot, ez a címe, hogy te mit tennél egy időkapszulába, valójában a reformkorról szól, és van egy válaszunk is erre, amelyről későbbiekben majd bizonyára még sokat fogunk beszélgetni. Nyilvánvalóan mi egy könyvet fogunk elhelyezni ebben az időkapszulában, mert semmilyen más adathordozó nem tudja hosszú időn át a mi üzeneteinket rögzíteni. 2123-ban, nem tudom, mi lesz a világban, nemrég egy animációs filmnek a bemutatóján láttam, a műanyag égbolt. Azért ütött szíven, mert mi már dolgoztunk, vagy dolgozunk ezen az időkapszulán, ezen a könyvön, ami a Petőfi Tricentenárium egyik antológiája lesz. És ez a film, ez pedig azt mutatta, vagy az ő alkotói arra gondolták, hogy 2123-ban egy műanyag búra alatt élnek majd a Budapesten, és 50 évet élhetnek az emberek, 50 év után fává alakítják őket, hogy legyen mit megegyen a többi ember. Nagyon érdekes, hogy nem volt szó arról, hogy vannak-e könyvek, és a könyvnyomtatás és a papírára ilyen körülmények között hogyan alakul. De én nagyon hiszek abban, hogy 2123-ban lesznek, akik megünneplik majd a Petőfi Tricentenáriumot. A Petőfi Irodalmi Múzeum akkori főigazgatója kibontja majd a mi időkapszulánkat, és könyvformájában megjelenhet majd az az antológia,
amit összeállítunk, és érzékelhetőek, meg értelmezhetőek lesznek majd azok a gondolatok, amikkel mi most foglalkozunk 2023-ban. Nagy szeretettel ajánlom önöknek a könyv lapszámot. Ennek a beköszöntője a legeslegborúsabb, amit életemben írtam, de ígérem, hogy nagyon vidám témáink is vannak. Keressenek minket, köszönöm a figyelmet. A mai eseményünket Heitzinger Mika, a Misztrál Együttes tagja fogja zárni, de előtte engedjék meg, hogy megköszönjük mindenkinek a tartalmas gondolatokat, a részvételt és a közreműködést. Thank you.